Több mint 500 000 lakás áll üresen Magyarországon. Ezeknek az ingatlanoknak a fele már most is alacsony népességű településen van, amiből arra lehet következtetni, hogy az elvándorlás miatt egyre inkább elnéptelenednek a kisebb települések. Tovább nőtt az üres lakások aránya Magyarországon a KSH friss felmérése szerint. Ez azt jelenti, hogy itthon 2,7 millió lakóépület található, melyekben 4,4 millió lakás van. Ezekből pedig mintegy 560 ezer áll üresen a felmérés szerint. Az otthonok átlagos alapterülete 80 négyzetméter, fenntartásuk havi költsége pedig 40 ezer forint körül van. A lakások mintegy 7%-a túl zsúfolt a felmérés szerint, míg több mint 12%-uk üres. A lakatlan ingatlanok csaknem fele 5000 főnél kisebb népességű településeken található, ahol a lakáspiaci kereslet hiánya a hasznosítás legfőbb akadálya. Az adatok szerint az üres lakások aránya Budapesten és Közép-Magyarországon a legalacsonyabb. Dr. Fábián Gergely szociológus a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jellemzően mely területek azok, amelyek a leginkább elnéptelenednek Magyarországon? Alapvetően a kisfalvak, és itt is vannak regionális differenciák, hiszen mondjuk az észak-kelet-magyarországi részben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, de inkább a Borsod megyei megyére jellemző ez a terület, illetve amiről talán ritkábban esik szó, az a dél-dunántúli térség, ez a főleg a Baranya és az Ala megyékre kell itt most gondolni, ahol eleve olyan volt már korábban is a település struktúra, hogy nagyon sok kis falu létezett, és hát nagyjából azt lehet mondani, annak kollégák, akik azt mondják, hogy úgy nyilatkoztak, hogy ez kódolva volt ez a folyamat, hogy ezek a települések aztán elnéptelenednek, és ez már a 70-es években érzékelhető volt. Lassú volt ez a folyamat nyilvánvalóan, de azzal, hogy például mondjuk bizonyos területeken mezőgazdasági tevékenységek megszűntek vagy kihaltak, azzal aztán ez a folyamat felgyorsult, és ugye ma már azt lehet mondani, hogy főleg ezekben a térségekben van kb. 400 olyan település, ahol már kevesebben laknak, mint 200 fő, tehát olyan 150-180 fővel lehet számolni országosan. Ilyen településekre vonatkozó adatsor 2011-ből áll most a rendelkezésünkre, hiszen a népszámlálásból származnak ezek az adatok és információk, tehát lehet, hogy ez még rosszabb lett azóta. Illetve hát már akkor lehetett látni olyan durván 50-60 települést, ahol hát mindössze egy pár fő él. Gyakorlatilag azokra már szinte úgy lehet tekinteni, mint Nyíregyházát körülvevő bokortanyáknak a népességére, azzal a különbséggel, hogy mondjuk a bokortanyák azok itt vannak egy nagyváros környékén, tehát más megélhetési lehetőségeket kínálnak, mint a nagyvárosoktól távol eső kis falvak. Megyén belül melyek a legveszélyeztetettebb területek? Tulajdonképpen itt is az északi, illetve a keleti területekről kell beszélni, hiszen mondjuk például a megyeszékhelynek van egy viszonylag nagynak mondható vonzáskörzete. Nem feltétlenül egyezik ez meg a hivatalos nyíregyházi járásnak a területével, de azt lehet látni, hogy ha egy-egy kisebb település minél közelebb van egy nagyobb városhoz, és ugye itt aztán beszélni kell Kisvárdáról, Vásárosnaményről és így tovább, annál kedvezőbb a helyzet ezeken a településeken, kisebb az elvándorlás, minél távolabb van, nehéz ez persze kilométerbe kifejezni, de minél távolabb van, annál jobban jellemző rá az elnéptelenedés, hiszen pont azok a lehetőségek, amelyek a munkaképes, aktív életkorban lévők számára, vagy a gyerekes családoknak, a gyerekek számára fontos munkalehetőség, tanulás, különböző intézmények, szolgáltatások, ezek nem működnek már a kis településeken, ezért ha akarják, ha nem, muszáj valahova költözni, és ilyen esetekben nyilván a nagyvárosok az elsődleges célpontok. Milyen hatásai vannak ennek a folyamatnak, és nyilván különböző aspektusokból lehet ezeket a hatásokat vizsgálni, mondjuk kezdjük a gazdasági hatással. Hát egyrészt ugye itt már nincsenek munkahelyek, és várhatóan nem lesz. Vannak pozitív példák is, ahol egyfajta közösségteremtő, közösségi gazdálkodás alakult ki az utóbbi 5-6-7-8 évben. Mondjuk a megyében általában a Rozsályt szokták ilyen esetekben kiemelni, hiszen az egy országos mintaprogrammá vált, független attól, hogy azért receptként ezt nem lehet kezelni, tehát nem lehet ezt csak úgy automatikusan exportálni, importálni egyik településről a másikra. Hát vannak helyi adottságok, így van, ez lehet egyébként infrastruktúra, ez lehet a föld, a földnek a minősége, hadd ne soroljam tovább.
de vannak pozitív példák. Most itt gyakorlatilag gazdasági szempontból ezek rettenetesen nem fogják megingatni mondjuk a megyének vagy az Észak-Alföldi régiónak a gazdaságát, hiszen már nem igazából működik itt jóformán szinte semmi. Társadalmi szempontból jelent ez problémát, nem csak azért, mert esetleg potenciális munkaerőt veszíthet mondjuk egy adott megye, hanem hogy itt az idősek maradnak. Magukra maradnak, gyakorlatilag a család nagyon messze van, keveset tud velük foglalkozni, és ugye a másik jellemző, hogy bizonyos szolgáltatások sem működnek. Tehát ma már lehet látni olyan településeket, ahol mobilposta van, ahol nincs bolt, tehát ugyanúgy mobil szolgáltatással lehet mondjuk vásárolni, mert hetente egy vagy két alkalommal jelenik meg valamilyen áros, hát döntőzött alapvető élelmiszereket szokott árulni. Tehát lesz egy előregedés. Az alapszolgáltatások nagyon sok esetben hiányosak. Tehát ha megfeszülünk, sem tudunk 18-20 fő mellé egy kórházat telepíteni. De még az alapellátás sem, tehát lehet, hogy nincs védőnőszolgálat, lehet, hogy nincs házi orvos, lehet, hogy nincs alapellátás a szociális szolgáltatások területéről, esetleg valamilyen kistérségi szolgáltatást tudnak igénybe venni. Tehát ilyen szempontból ez a családokat is nehezen érinti, családi konfliktusokat, problémákat is szülhet, illetve hát mindaz, amit ma az előregedő vagy idősödő társadalmakról tudunk és mondunk, az ezeken a településeken nyilván hatványozottan érvényesül. A másik oldalról viszont az a kérdés, hogy a nagyobb városok meddig tudnak élhetőek maradni? Ez egy jó kérdés. Én azt mondom, hogy bizonyos mértékig rendben van. Ezt nehéz megítélni, mert ha valaki ahhoz szokott hozzá, hogy egy New York méretű városban lakik, ahol eleve egy napig kell bemenni a munkahelyre, és egy napig tart hazafelé, tehát ilyen 15-20 milliós metropoliszok ma már nem mennek ritkaságszámba, az már valószínűleg elég nehezen élhető. Én egyébként azt mondom, hogy egy olyan mértékű város, mint ami ebben a régióban található Nyíregyháza, vagy mondjuk Debrecen, ezek nagyon jól élhető városok, mert még nem rendelkeznek akkora lakosság számmal, ami már nagyon elnehezíti mondjuk az együttélésnek, vagy az együttélési szabályokat már úgy feszegeti mondjuk így. Ez úgy gondolom, hogy milliós nagyságrendű városoknál kezd aztán problémává válni, és nem csak azért, mert mondjuk a közlekedés rettentes mennyiségű időt és energiát emészt fel az emberek életéből, hanem itt már megjelennek mindazok a káros hatások, amelyek egy városban érik az embert, ezek lehetnek fizikai típusú hatások, például a környezetszennyezésre kell gondolni, de lehetnek pszichés hatásai is nyilvánvalóan, hiszen ebben a tömegben nagyon hamar el tud magányosodni az ember. Igen, a következő kérdés az pont ez, hogy ugyanakkor meg lehet figyelni, hogy a városokból is van egyfajta kivándorlás, úgymond, és ezért vannak jó helyzetben a környező települések a nagyvárosokhoz, közeles kis települések. Van a nagyvárosoknak egy olyan agglomerációja, ahol kedvező helyzetű településekről beszélhetünk, Nyíregyháza környékén és Debrecen, vagy ha már emlegettük a Dél-Dunántúlt Pécs környékén is jól lehet látni. Itt is nagyon nehéz egy kilométeres távolságot belőni, hogy meddig tart ez az agglomeráció, mert nagyon sok mindentől, a földrajzi adottságoktól is függ. Ezeknek a nagy része azért van kedvező helyzetben, mert azt lehet látni, hogy kihasználják a nagyvárosnak a közelségét. Ugyanis lehetnének ezek a települések úgynevezett alvó települések, az emberek 70-80%-a bejár a városba dolgozni, és mondjuk jobb esetben hétvégén tartózkodik igazából otthon. Ugyanakkor viszont azt lehet tapasztalni, hogy sokféle szolgáltatást kezdenek el fejleszteni, sokféle kapcsolatot alakítanak ki a közeli nagyvárossal, és másfajta infrastruktúra jellemzi őket, mint mondjuk a nagyon távol lévő és valóban elnéptelenedő településeknél. De lehet mondani pozitív példákat. Ugye már említettük a megyéből Rozsájt. Lehet még több települést említeni, akár a megyéből, akár a Dunántúli régióból, amelyek megpróbálják kihasználni azt a földrajzi adottságot, ami kedvez mondjuk a turizmusnak. Vagy azt is lehet látni, hogy vannak olyan kis települések, ahol régebben léteztek hagyományok, kézműves termékek, különböző mezőgazdasági termékeknek az előállítása, amelyek most kezdenek újraéledni,
És érdekes módon a nagyvárosokból költöznek ki fiatal családok, fiatal, hát azt kell mondani, hogy azért sok esetben szakemberek, akik ehhez értenek is, és kezdenek el olyan tevékenységet vagy vállalkozásokat létrehozni, amelyek pont ezeket a hagyományokat, az adott régióra vagy településre jellemző hagyományokat próbálják újraéleszteni, és igazából azt lehet látni, hogy ennek most van egy, hát nevezzük úgy reneszánsza. Igaz, hogy nem ebben a régióban, ahol mi élünk, itt ez még kevésbé jellemző, vagy kicsit gyerekcipőben jár, főleg a Dunántúlra érvényes ez, és a közép-magyarországi régióra, de hogy egyre több fiatal szakember vállalja azt, hogy ő ott fog megpróbálni vállalkozást indítani, egzisztenciát teremteni, és ezzel élhetőbbé teszik az adott települést, mert egyrészt munkahelyeket képesek teremteni, másrészt oda vonzanak egyéb vállalkozásokat is, akik úgy látják, hogy ott érdemes tevékenykedni. Fábián Gergely, köszönjük, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Köszönöm én is.